Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy jóslás, és most keverem-kavarom a kártyákat, és megnézzük azt, hogy mit mutatnak a képek. Itt látható ez a felhő. És ez azt jelenti, hogy számodra valami átláthatatlan. Ez a felhő jelent fél éved. Gondolj vissza arra, mit, hogyan éltél át fél évvel ezelőtt, mert ez visszatér hozzád, vagy egy bizonyos személy tér vissza hozzád. Mindez kihat az érzelmi világodra. Azt is jelentheti ez a hold, hogy ez a személy a múltból gondol rád, álmodik rólad. A hold jelentheti az anyukát is, vagy anyai érzelmeket. És itt most még valami átláthatatlan. De itt lesznek változások. A hold és a gólya jelentheti egy kis babának a születését is. Itt a lilium ezen a képen szimbolikusan utal a tisztaságra, tehát itt tisztázódik valami. A lilium jelenti a szexuális témákat is. A szexuális téma és egy kisbabának a születése természetesen összefűződik, és ez bekövetkezhet fél éven belül, hiszen a felhő fél évet jelent, nem csak a múltat, hanem a jövőt is. Az egerek eltávolítják a felhőt, hiszen a kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Tehát mindaz, ami fél évvel ezelőtt átláthatatlannak tűnt, azt az egerek most eltávolítják, és a lilium jelenti a tisztaságot, és itt tisztázódik valami. Változások lesznek, és a hold jelentheti az anyai témákat, de jelenti az érzelmeket is. Itt a gyűrű jelenti a kapcsolatokat. Itt meg lesznek a kapcsolatok, nálad tisztázódik valami. Amit a gyűrű még jelenthet, hogy valami vagy valaki visszatér hozzád a múltból. Miután ez megtörtént, itt lezárul valami, mint például olyan dolgok a múltból, ami átláthatatlan volt. Ez a koporsó jelenthet egy szünetet is, amikor nem mozog semmi, nem mennek előre az események. Ezt az egerek szintén el tudják távolítani, akkor meg lesz itt a változás, és lesznek új kapcsolatok. A könyv jelentheti a tudást. A régi tudást, bölcsességet, vagy jelenti a titkokat is, de a titkok lezárulnak, hiszen a koporsó lezárja ezeket a dolgokat. Amit a koporsó még jelenthet, egy örökösödési ügy, de azért légy óvatos, hiszen valaki eltitkol előled valamit. Itt valami átláthatatlan, és az egerek jelenthetik a veszteséget is, hogy valaki el akar lopni tőled valamit. Itt a fánál
rendeződik valami, hiszen ennek van egy gyógyító ereje. Azt is jelenti ez a fa, hogy odaérkezzel az életedben, ahol le tudsz gyökerezni, és itt a változások lehetnek munkahelyi változások, egy költözködés, vagy valami változik a párkapcsolatot illetően. Amennyiben a te lelki társad még nős, erre utalhat ez a gyűrű, akkor az egerek eltávolítják ezt, és ez a koporsó lezárja az ő kapcsolatát. És ezek lesznek itt a változások, erről álmodozik, itt tisztázódik akkor valami, és a fa azt jelenti, hogy ő le tud nálad gyökerezni, vagy fordítva, te tudsz nála legyökerezni. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!